Duna, te sok titkű bölcs folyam, ma este mutasd meg magad. Lásd, lesz rád vágya, türelemmel, egy sápadt paraszt fiú, itt Péter várad falai alatt. Az újvidéki Fejér Ferenc téren sokan jelentek meg, hogy tisztelegjenek a híres vajdasági költő emléke előtt. Először Bordás Győző író szólt az egybegyűltekhez. Felszólalásában a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett anyaországi eseményekre is kitért. Az idei költészeti napi ünnepségek, megemlékezések a tavaly elhunyt kétszeres Kossuth díjas, a vajdasági irodalomnak is nagy tisztelője Juhász Ferenc költészetének elemzésével kezdődik a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A rendezvényen koszorút helyeztek el a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács, a Pirosi Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesület, valamint a doroszlói helyi közösség képviselői. Fehér Ferenc munkássága mindannyiunk számára jelentős, hiszen a élete nagy részét Újvidéken töltötte, de azután ugye elköltözött Doroszlóra és ott alkotott. De nem csak Fehér Ferenc miatt, hanem a vajdasági magyar költészet számunkra nagyon fontos. Fehér Ferenc vajdasági költőnek 22 könyve jelent meg életében. Minden jugoszláviai magyar lapban és folyóiratban publikált, magyarországi újságokba is írt.